néhány hónappal később megnyeri a derbit. Jön az utolsó síkverseny a mai napon, aztán lesz még két agárverseny, itt a Kincsen Parkban. És tart, elindult a verseny, Refányának vannak nagyon komoly gondjai, úgyhogy nem is nagyon tud elkezdeni a többiekkel, amikor túl vagyunk az első 100-150 méteren, és nagyon jól kezdett bírónő, és nagyon gyors mellette narrátor. Narrátor ér a fal mellette, bírónő mögöttük pedig Velenac színei bontakoznak. Ez az első háromló sorrendje, az osztrák vendég megkezdi a zárkózást, de vannak még, vagy van még gyengén galopozóló a mezőnyben, Csontos már idomítottján kívül, hiszen azért csúszik vissza Foxcatcher, és hát elég hátul helyezkedik Silver Shimes is. Jönnek most már a lovak lassan a befut egyenesre, Justin Bezier megkezdi a támadást, bírón átveszi a vezetést narrátortól, és Justin Bezier pedig most már talán az élen van, de bírónó nagyon erős, és jön egészen kívül Faster Now. Faster Now utolsó győzelmére rá tud akár duplázni, Foxcatcher óriási hajrával indul meg, és az utolsó 150 méter Faster Now-ról szól. Faster Now nyeri a versenyt, méghozzá nagyon magabiztosan Pajzs Gáborral. Faster Now, ez a 4 éves Pej Kanca idei harmadik győzelmét aratja már. Nagyon-nagyon jól futott, csak úgy most Justin Bezier, illetőleg azért Foxcatcher is igen erőteljesen elkapta a ritmust. Ő is nagyot tudott menni. Ami pedig narrátort illeti, hát vezetett ezen a rövid távon, úgy látszik, hogy ez is neki egy kicsit hosszúnak tűnt. És Westernorról valóban mondtam, hogy győzelem után az igaz, hogy top súlyjal ment, két osztályt előreugrott, de nem tudjuk soha megmondani azt, hogy úgy Isten igazából mit is tudhat egy olyan ló, amelyik versenyt nyer, és hát így gyakorlatilag elmondhatjuk azt, hogy tovább javulva meg tudta nyerni ezt a futamot. Narrátor és bírónő a verseny első felében volt erős, aztán bírónő a verseny második felében is, Faster hát Now pedig jön. Így van, és aztán nézed Foxcatchert, aki föl tud állni végül a dobogóra, egy hatalmas erejű rohamot indított meg. Ugye igen, nagyon messziről Bezé jött. Lett még ott. Azért az 1000 méteres táv még mindig extra rövid a harmadosztályú mezőnek. És bizony, Foxcatcher lehet aztán, hogy végül a második hely tudott az övé lenni. Majd meglátjuk, célfotóra várunk egyéb iránt, és azért itt is, hát nézd meg, írtó osztalék lesz, hát csupa-csupa kettes beütés előre. Most nem azért Velan a nevét alig mondtad, nem a te hibád. Az elején még mutatkozott, aztán elfáradt, vagy visszaesett. Faster Now pedig a